Fabien Fable, mesemaraton, emlékfutam. 11. A verseny folytatódik. Elcsigázott lovasok zötyögtek nyergükben, noha még csak a második versenynap vette kezdetét. A többség fakultan kornyadozott. Ők éjjel falánk vámpír ostromot szenvedtek el a szobájukban vagy a kastély folyosón. A torkos szipolyok aggódtak, hogy az öreg hölgy egyhamar nem szervez újabb maratont, tehát hajnaltól szörnyű éhínség veszi kezdetét, ezért úgy határoztak, tartalékot gyűjtenek az éhkoppos időkre. Ezen okból újra meg újra támadtak, majd a hozzáférhető véralanyokból kifogyván egymást szívogatták. Az első napsugarak észlelésekor visszamásztak a kápolna alaksorában lévő koporsóikba. A kimerítő vérnyalás után bizony rájuk fért a pihenés. Ők még nem sejtették szörnyű jövendőjüket, pedig egyikük Faustinát is elcsípte néhány kortyra. Azt ugyanis, hogy a lovasmaratonról szóló híradások hatására rövidesen intenzív élményekre vágyó turista hordák özöllik el a vámpírkastélyt, minek folyamányaként ők, a hivatást szerető nemes vérszívók viharsebesen kiszipolyozódnak és kiégnek. A csügget Mensrea az első nehézségnél megtorpant lovával, az ösvényre dőlt fatörzset kellett volna megkerülni. Tikkattan körbenézve látta, hogy a fatörzs nem megkerülhető, mivel szövevényes erdő fogja közre. Akkor bizony ugratni kell, ezt onnan tudta, hogy a többiek megtették. Az alatta ácsorgó paripa a fejét vakargatta, fel nem foghatván, mi ütött gazdájába. Egyszer csak megunta a helyben toporgást, és magától átlendült a 30 centi magas úttorlasz fölött, majd ügetésben követte lótársait. A váratlan halálugrás következtében Mensrea kibillent a nyerekből. Nem teljesen zuhant a földre, bal lába a kengyelbe szorult. Hátravetett karjait és fejét a talajon húzva kocogtatva iparkodott a cél felé. Kevéssé tudott magáról. Ezt nemigen bánta, mivel múlt éjjel súlyos önértékelési válságba került. Ugyanis fogott magának egy női vámpírt. Ilyennel még sosem volt dolga. Épp ezért roppant izgatottan látott a gyilkoláshoz. Szúros dróttal összekötözte az áldozat végtagjait, ünnepélyesen aranyszínű ragasztócsíkot tett a feketére rúzsazott szájra, elővette kínzószerszámait, és egyenként felmutatta azokat a gyászos szemfestésű, szaporán pislogó nőnek, mi több, el is mondta, melyikkel mit fog művelni, miután kellőleg felajzotta magát, belevágott. Eszébe jutott, mit kamuzott az öreg hölgy, hogy vámpírjainak egy része színész, a többi meg igazi. Igazi? Nevetséges. Ki hiszi el a dajka meséket a 21. században? Már vagy 20 perce kínoszta fogját, midőn kezdett elbizonytalanodni, ugyanis a nő nem és nem kínlódott. Sőt, olyasféle hangokat hallatott az aranyszínű ragasztócsik mögött, mintha fúj! És már szorosan le volt kötözve, úgy vonaglott, vergődött, akárha, na nem, undorító. Mensrea fokozta a kegyetlenséget. Bestialitására válaszul az áldozat hisztérikusan kéjhörgött, leföl mozgatva ágyékát. Aztán hirtelen görzsbe feszült, majd egész testében rángatózni kezdett, torkából szaggatott sikolyok törtek föl, szakasztott úgy, mintha fúj, de ocsmány! Döbbenetes orgazmusának enyhültével a vámpírnő egyszerűen kiemelkedett a béklyókból, a száján fixált raktapascsit mögötte maradt a levegőben. Kétkezes, kommandós mozdulattal oldalra tekerte Mensrea a fejét, a lebénított férfi nyakára hajolván jót szürcsölt a véréből, desszertnek elszapogatott némi csontvelőt. Ezután elébe térdelt, és megtette vele a legfőbb szörnyűséget, amit nő férfival megtehet. Iszonyat, borzalom! Ő pedig hiába tiltakozott, hasztalan sírt és könyörgött irgalomért. Miután a vámpírnémber kegyetlenül meggyalázta őt, pszichopata mi voltában, véget kellett volna vetnie a férfi új szenvedéseknek, csak hogy az érzéketlen, szívtelen szörnyetek közönösen átlebegett a falon. Még csak meg sem rendült attól, amit vele egy emberi lénnyel művelt. Mensrea a testi bénultsága ugyan reggelre megszűnt, ám lelkileg összeomlott. Ilyen állapotban ült lóra. Braden felfigyelt a háta mögül hallatszó ütemes kobogásra. Megállította baront, hogy bevárja a különös hangok kibocsátóját. A mellette poroszkáló Faustina és Allegra is megtorpant. Kisvártatva megpillantották az ügető lova mögött vonszolódó férfit. Jaj, szegény! Nyögte Allegra, pedig oly kedves ember. Hagyjuk a sorsára, ajánlotta a jósnő. A tréner vágtában sietett fel a barátja segítségére.
Mensrea hamarosan visszaült a nyerekbe, és szótlanul eltrappolt mellettük. Faustina a borongó fickó után pillantott, majd társaihoz fordult. Ezt még megbánják, jósolta. Extrémó is totálkáros volt. Estéje remekül indult, a női drakulák, vagyis a vampok láttán úgy döntött, fétist harácsolt tőlük. Vámpír bugyikat akart a gyűjteményébe, lehetőleg minél többet. Fenemót kíváncsi volt, milyenek azok állagukat, ízüket, szagukat, egyéb részleteiket illetően. Jócskán felpörgött a rávárótól. Előszedte behízelgő modorát, melynek kevesen se tudtak ellenállni. Táncba pörgette, itatta, félrevonta a vampokat. Hamarosan kiderült, hogy a szipolycsajok egyáltalán nem viselnek fehér neműt. Szinte valamennyiüket végigvizsgálta. Kezdett kimerülni, végtére is elmúlt 10 éves. Hanem ekkora őrülten vonzó hírnevek kerekedett a feneketlen étvágyú vérnyalókák között, és azok beleegyezése nélkül partiba dobták őt. Napkelteig szétlovagolták, minden testnedvét megcsapolták, végül eldobták a folyosón, mint egy magyaró héjat. Extrémó legyöngülten, kábán, posgásra sminkelve tért magához. Nem kívánta a reggelit, és később cseppet sem élvezte a lovaglást. Braden lemaradozott Allegra mögött. Abban bízott, hogy a nap múlásával túlteszi magát a szív szúrásain. Például azon, hogy a lány elfeledte az éjjel történteket, vagyis ígéretéhez híven viselkedett. A férfi is tartotta magát a feledéshez. Eszébe jutott a hancúrozás barát reneszánsz költő John Donne verse, elmormolt néhány sort az orra alatt. Jöjj, hölgyem, jöjj, és vetkőzz le velem, vágy kínoz, mikor nem szeretkezem, s mint harcos, ha ellenségre talál, lándzsám megfájdul, ha nem döf, csak áll. John Donne elégi a vetkőzésről részlet, Faludi György fordítása. Tüstént könnyebben érezte magát a szavalattól. Baron nyakára terítette a térképet, kiböngészte az aznapi útirányt. Mivel egyedül létre és győzelemre vágyott, előre nyargalt a csapáson. Jóvártatva több fény jutott el hozzá a lombokon át. A fák kisebbedtek, az erdő ritkult. A zavartalanul tűző napsugarak felforrósították a levegőt. A lovagló ösvény mentén virágzó bokrok illatoztak, az aljnövényzet is szirmoktól tarkálott, méhek, dongok, pillangók, szitakötők zümmögtek, berregtek mindenfelé, a nyár ezerképpen szaglott, bűvösködött. A kalap árnyék keveset ért a meleg ellen, Braden tarkóján veríték csordogált, elől-hátul a testére tapadt az ing. Az út magasra kúszott, a puha talaj kövesre cserélődött, egyszer csak teljesen eltűnt aluluk a föld, mindenfelé sziklák gömbölyödtek, csúcsosodtak, és törpefák és cserjék ezek réseiben nőttek. Az emelkedővel küzdő baron tajtékosan izzadt, patái megcsúsztak az egyenetlen felszínű köveken. Amikor már minden lépés erőfeszítésbe került, a tréner lecsúszott hátasáról, egymás mellett mögött kapaszkodtak tovább. Délutánba fordult a nap, mire feljutottak a csúcsra. Braden nem nézett vissza. Leült egy sziklára, kicsavarta ingét, és csizmáját lerúgva a lába alá terülő tájat szemlélte. Jókora ereszkedő várt még rájuk. A meredeken túljutva ligetbe érkeznek. Azon túl hömpölyög a smaragdzöld folyó. Ott majd ihatnak. Addigra tán enni is kedve támad. A versenyzők nyomában szádosó helikopterek egyike elzakatolt a feje fölött. A gép játékosan lefelé suhant a sziklatömbökkel tűzdelt meredek lejtő mentén, akárha azon szánkázna. Mihelyt leért, a magasba lebbent és eldöbörgött a térkép által javasolt kerülő út irányába. A hegymászástól tikka tréner kifújta magát. Baron halkan horkantgatott, gyakorta hátra lesve, fülével is a régen lemaradottak felé lokátorozott. Jointot várod? Kérdezte Braden, majd versre fakadt. Hadd suttogja a susogó sejem esése, hogy most lefekszel velem. Fűződre régtől féltékeny vagyok, de megnyugtat, mikor kikapcsolod. Oly szép vagy, ha ruhád leengeded, kibukkanó nap a nyári kert felett. John Donne eléggé a vetkőzésről részlet, Faludi György fordítása. A férfi visszarántotta csizmáját, sóhajtva talpra ugrott és lefelé indult. Úgy igyekezett, mintha üldöznék. Hogy ne igyekezne, hiszen meg akarja nyerni a versenyt. A rengeteg pénzből megveszi nyugdíjba készülő kaszkadőr ismerőse meseszerű farmját, mielőtt még más lecsapná a kezéről, és azon túl lóidomítással foglalkozik majd, amíg csak járni képes.
Hogy szabadulsz meg a keresztjeidtől? Kérdezte egy hang a fejében. Erre nem tudott válaszolni, ám azon volt, hogy kiütője, mit kezdhetne a pusikenőcsös tégelyben és az alvó maci hasában rejtegetett gengszter taglókkal. A zsarukhoz többé nem fordul, ez világos. És ha összeugrasztaná a két zsiványbandát, utóvégre az általa készített film hadüzenet értékű. Vendett atya biztosan gyors tüzelő gitárt ragadna, ha látná, amint barbari privékjai kivégzik az emberét. Rendben, tárgyalni fog a lomhaeszű klón királlyal. Ha az másik vőlegényt kerít a lányának, megkapja a filmet. Bradennek tetszett az ötlet. Fel nem foghatta korábban, miért hitt abban, hogy a zsarukra bízhatja a bűnözők elsikálását. Korrupt bagázs. Utóbb meg miért is gondolta, hogy a dolgok maguktól jobbra fordulnak. Az általa motivált maffiások majd szépen elírtják egymást. Még senkivel sem beszélt a filmre vett gyilkosságról, leszámítva persze a barbari csűrhétre a szabadító kopót. Immár fenemód érdekelte, miként látná problémáját más valaki. Nos, ami azt illeti, túl sok baráttal nem dicsekedhet. Ha mindenképpen kérkednie kéne, inkább túl kevés baráttal hencegne. De akkor ki legyen a más valaki? Előző este Notus elárulta, hogy nem csak pilóta és étellift vezető, hanem a versenyen résztvevők biztonságáért is felel. Értesülései szerint egy priuszos figura jár Braden nyomában. Arra volt kíváncsi, ő vajon tud-e arról, hogy az illető egy maffia főnök felderítője, és mit szándékozik tenni ellene. Azt is firtatta, mivel hergelte magára a fő maffiást. Még az is lehet, hogy a tréner kipakolt volna a fickónak, ha Allegra nem ugrik a nyakába. Most viszont hova tegye a történteket? Tekintse égi jelnek a nyakbaugrást, és kerülje széles ívben a repülő és lift pilótát, akár egy mumpszost, ebolást. Elhalasztotta a kérdés megválaszolását, inkább legurult a meredek hegyoldalon, nem önszántából. Hengergőzését megirigyelve utána eredt néhány kődarab. Vele ellentétben azok nem sikkesen görögtek lefelé. Felfeldobták magukat a levegőbe, folyvás, sebességet és irányt váltottak. Kiismeredetlen duhajgásuk közepette, többször kupán, labackán, faron és ágyékon találták a férfit. Mielőtt agyonverték volna, átvették a vezetést és lepattogtak a mélybe. Braden testszerte fájt, vért köpött és fellélegzett. Ekkor a mögötte ereszkedő baroncsú szamlott meg. Hat mázsa csontos lóhús siklott felé. A tréner előtt lepergett az élete. A film rövidségétől pokolian megrendült. Még egy reklámklip is hosszabb ennél. Mit rontott el? Mindegy volt már. Allegra úgy vélekedett, hogy aznap tanult meg lovat irányítani. Miután a tréner szó nélkül elgaloppozott, ő döntött, nem fut a pasas után, ez után a legkevésbé. Joint viszont követni akarta baronmént. Megvívtak egymásra. Többszöri körtáncolást, ágaskodást és helyben vágtázást követően a kanca megadta magát. Átengedte a lánynak az irányítást, legalábbis látszólag. Ám idővel még a súlyos gondolataiba merült Allegrának is feltűnt, hogy a mezőny elmaradt mögötte. Az alaposan kilépő Joint az erdőfogytával tűrte a hőséget, izzadást, szomjazást, zokszó nélkül mászott hegyet. Így aztán másodikként hódították meg a légritka magaslatot. Nőneműek lévén jobban tűrték a megpróbáltatást. A csúcson sem álltak meg pihegni, tüstén tereszkedni kezdtek. Braden legurulásáról mégis lemaradtak. Az utána gördülő köveket sem látták, épp egy cikla tömtakarásában csúszkálván. A kőgörgetek hangja azonban elhallatszott hozzájuk, a nyöszörgés szitkozódás szintúgy. Midőn kiértek a sziklaparaván mögül, meglátták, amint az egyensúlyát vesztett fenékre roskadt Baron Maine megállítatlanul siklik a gazdája felé. Allegra visszafojtotta a sikolyát, nem akarván azon tudatban leélni hátralévő életét, hogy Braden miatta késett el a mentőugrással. Inkább erre gondolt, szuggesztíven. Ezerszer csináltad, találd fel magad! Csak hogy a férfi nem akart félreugrani. Ha a lovának baja esik, ő sem akarja megúszni. Amúgy se ugráljon, akinek az életfilmje kúrta, aki mindössze 10-20 villanást nyitettet vitt véghez, minek bízna változásban. Amúgy is látta, hogy Baron lecövekeli melső lábait és lefékeződik. Aztán talpra áll. Majd pedig könnyedén folytatja útját lefelé, már leginkább félig ülő helyzetben. A lovak ebben profik. Ménye lazán elszánkázott mellette. Braden megengedett magának egy enyhébb érzelemkitörést. Kalapját az arcába rántva hanyat vetődött a sziklán. Újfent elindította az élet történetét. A film ezúttal jóval lassabban pergett.
Még csak pendelyes korban járt, amikor meghallotta a csúszka lépteket a magasból, felsandított a napárnyékolója mögül. Minden szép? Kérdezte. A végén még kicsik egyet nyeri a versenyt. Leállt a szívverésem, lehelte a lány. Újra indul magától, vagy belepumpáljak. Biztos, hogy erre kell jönni? Nem, csak erre rövidebb. Maga nem komplett. Nem kéne itt lennie. Join szerelmes a lovába. Ja, a szerelem. Ki tudja, szabaddá tesz, vagy inkább leigáz. Bréden feltápászkodott, az egymás mellett ereszkedő patások nyomába lendült. Vérzik az arca, szólt utána a lány. Vérzik hát, egy arrogáns kő beletrafált, az ingem, a nadrágom is vérzik. Meg a szívem is, tette hozzá gondolatban. Folytatta az életmű áttekintést. Mit is csinált eddig? Az összegzés eredményén feldűjödött. Miért nem történik már valami? Nyögte. Történt. Lőni kezdtek rájuk. Az embervadász. A tréner reflexből hasra vágódott a hegyoldalban, vetőtében hajat rántotta a guggolásban érkező lányt. Próbálta betájolni, merről hallotta a dörrenést. Nem sokat kellett ezen töprengenie, a lövöldözés kiújult. Golyók pattogtak, kőszilánkok fröcsögtek köröttük. Bréden maga alá gyűrte a legrát. A néhány ugrásnyival arrébb gömbölyödő szikla mögé hemperedett vele, és leparkolta a fedezékben akár egy biciklit. Feltérdelt és összeszedte, merszét, hogy kilessen a paraván mögül. Eszébe jutottak Nótus szavai. Barbari ferdedítője jár a nyomában. Ez szerint a fickó végzett a kémleléssel, és nyakára hozta a bandáját, vagy egymagában jött Privéknek. Kilógattak a lapját a szikla mögül. A gyilkos tempóban érkező puskagolyó keresztül hatolt a fejfedőn, már ki is tépte a kezéből azt. Bréden visszarántotta Dekliét. A kormos szegélyű lyukba próbálta az ujjait, egyiket a másik után. Mélységesen megbántódott észlelvén, hogy a hüvelykje is átfér a sebem. Mi van? Ez ágyúval támad? Felmarkolt egy követ a paraván szikla tövéből. A lövész megtévesztésére fejmagasságban elhajította a sebesült kalapot. Kihajolt a fedezékből és célba vette a lefelé pattogó fejfedőre vadászó fickó fegyvertartó kezét. Az orgyilkos kilőtte a tárat a napárnyékolóra. A tréner elröpítette a jókora követ és felfogta a tébolyultan tüzelő flintás, flótás kinézetét ebben a sorrendben. Ekkor már a találatjelzőt is hallotta. A fickó szűkölt, ordított. Az elejtett puska csikorogva csúszkált a köveken, és vaktában leadott még néhány lövést. Megállj, te roldék, déli rabszolgatartó! Bömbölte a lesi vadász. Kifőzöm a koponyádat, és feltűzöm a falra. A skalpodért meg dohányt veszek. Elporlasztottad a csuklómat. Szemét rabszolgahajcsár. Lincoln elnök személyesen fog meglincselni. Braden kivágódott a sziklafal mögül, erőst remélve, hogy odagurulhat, mielőtt még a rikácsoló beszedelem felkapná fegyverét, lefelé görgött a brutális keménységű lejtőn. A szitkozódó ördög lecsapott a flintára. A tréner még nem volt egészen ott, ám lábújaival már elérte és félrerúgta a puskacsövét. Másik lábával elkaszálta az immár bőszem Caster tábornokozó lesi lövészt. Villámgyorsan talpra szökkent, felkapta a fegyvert. Szabad kezét a térderoskat embervadász felé nyújtotta, ám az önérzetesen elhárította a talpra segítést, inkább Réden melbimbóig érő, madártollas bőrszalagos hajára merett, és ádászrikoltozásban tört ki. Megállj, részbőrű varangy, mindjárt meglátjuk, kik skalpolja meg a másikat. A skalpol a végén, aki gyorsabban skalpol. Úgy skalpolok, mint ezer ördög, menekülj, még a fejbőrödnél vagy. Allegra is lehempergőzött a lejtő aljába, feltérdelt a jelenség mellett, kölcsönösen mustrágatták egymást. Az őszes borostától piszkos szürke arcú koros mesterlövész fején keki színű vadászkalap pompálott, vicsorító grizzlik képével mintázott flanel pizsama alkotta különleges toalettjét, alvó felsője az össze-vissza begomboltság miatt topszerűen rövidnek hatott. Harmonikázott szárú, terebélyes hálónadrágját csappan tartalmú töltényőv tartotta a csípőjén. Lábán szörmebéléses mamusz ékeskedett, a derékszíjára fűzött tokban felrikkantott a mobiltelefon. Tata, vedd fel! Tata, vedd fel! Tata, vedd fel! A szólongatott nem nyúlt a sajátos csengő hangú készülékért, mivel éppen azt fejtegette, hány konkvisztádor csuffantott ki legény korában, sommázva mindet. Megengedi? Udvariaskodott Bréden. Előtépte a tartóból az idegesítően tatázó ketyerét, és megnyomta a kontaktus teremtő gombot. Mielőtt nyikanhatott volna, folyondásszerű női hang tekeredett a nyakára. Hányszor kértelek, hogy egyedül nem egy embervadászatra? Hol jársz úgy mégis? Megmondanád? A serif már végig hangszórózta a porfészket. Mindenki bezárkózott, behúzták a zsalukat.
Itt a zsákmány beszél, szólt közbe a tréner. Tata kilőtte ránk a tárat, agyon lőtte a védtelen kalapomat, és újra töltött. A lefegyverzés következtében alig hanem szüksége lesz csukló gipszre. Kicsoda maga? Ordított a nő a telefonba. Megsérült valaki? Hány halott van? Szűzanyám, most már tényleg be kéne szeretnem vele a gyógyszerét. Tudja, Tata egy kicsit, hogy is mondjam, arról a német nevű dokiról elnevezett micsodája van neki. Na, hogy is hívják azt az izét? G pont, tippelt Bréden. Fogadjunk, hogy maga férfi, fortyant a készülék. Mire alapozza a gyanúját? Mindeközben Tata áttért a franciák ellen vívott csaták felidézésére. Rengeteg csigazabálót csinált ki. Legalább 1000-et. Lekardozta még a napkirályt is. Allegra a szemöldökét felvonva töprengett. Ez már a karmatúra. Nem gépontja van maga szerencsétlen, ordította a nő, hanem az az A betűs micsodája. Tudja, mindent elfelejt, időnként megcsúszik térben és időben. Nyitva adja a gázt, a vizet, a slicét. Nem fűzi be a cipőjét, és baromi nagyokat taknyol emiatt. Háromszor megebédel, aztán átmegy a szomszédba, és beköp, hogy éheztetem. Ön a lánya? Mit gondolt, hogy én vagyok Madame Pompadour? Bréden nem hagyta magát provokálni. Melyik porfészekben csukatta be a zsalukat a serif? Érdeklődött. A helységnév hallatán elismerően pillantott a római légiók visszaveréséről előadó hadfira. Kb. 40 mérföldnyire vagyunk onnan. Mikor tűnt el az édesapja? Maga hülye, mit nem ért ezen? Tata nem tűnt el, hanem embervadászatra ment. Ugyanis háborús veteránként képtelen leszokni róla. Na, ha jól emlékszem, tegnap reggel még otthon volt. Akkor tettem a frigóba a kajás dobozait, ma délutánig bezárólag az összes ételadagját. Ezeket ő tegnap délig befalta, majd beköpött a hülye vénytyúknál, aki a szomszéd, hogy éheztetést szenved el, de ezt már mondtam, és elsöpört embervadászatra. Az előbb jöttem át hozzá, végigkutattam utána a házat. Láttam, hogy eltűnt a mordája a töltényekkel együtt. Reménykedve átnéztem a szomszédba, hát ha leterítette végre azt a borzalmas vénytyúkot, de nem. Tőle tudom, hogy apus már tegnap délben elkotort itthonról, pizsiben, mordájjal. Na neki mélyen, lökje az eredményt, hány hulla van? Mindössze egyről tudok, már említettem, de 40 mérföldes kóvágás közben sok mindenfélét le lehet vadászni. Kapcsolja be a rádiót, hát a kiderül a bűnügyi hírekből. Na jó, szólok a serifnek, hogy fussunk el a tatáért, addig maradjon ott vele. Elnézést, de nem érdekelnek a kifogásai, nem hagyja cserben egy beteg aggastyánt, egy hős veteránt. Dehogy nem. Bréden bontotta a kontaktust, visszalökte a kegyelét a tartóba. Lekapcsolta az övet a viking hordák legyőzését ecsetelő Tata derekáról, ama célzattal, hogy megfossza őt a maradék muníciótól. A horgonyát vesztett pizsuma alsó a csatafi bokájára rodgyant, felfedvén altestét. A veterán a felfedésre pillantott. Üstöllést eszébe jutottak férfias hódításai, és neki fogott elmesélni mindahányat. Még hogy beteg aggastyán, dohogta a tréner. Szemérmesen helyére rántotta a lesikamlott alvógatyót, további csúszkálás ellen csomóra kötötte a derékpántot. Szellősérlőt kalapját és a flintát felkapva indulni készült, amikor hirtelen eszébe rémlett, hogy az övvel együtt a mobilt is viszi. Visszafordult az orvölvészhez, a készüléket a pizsama derekába tűzte. A harcias flótás zavartalanul sztorizott. És akkor ez a bögyös varos menyecske 50-szer elmondta, hogy nem, nem, nem. Én persze tudtam, hogy maga kelletésből visítozik, és igenis, 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 a magamévá tettem a kis karmolászost. Aztán még az anyját, öreg anyját és az ángyát is az asztalra gyűrtem, ha már ott tátották a szájukat. Háborús férfiénséges időkben a fehér népek tisztára megvesznek, alig győztem ellátni a bajukat. Nem hagyhatjuk itt, szólta Allegra. Nem hallja, miket mesél? Szenilis. Bréden sohajtva a Tata füléhez hajolt. Ült már lovon? A préri összes mustangját én törtem be, az összeset, saját seggűleg. Úgy ölöm meg a lovat, mint a 10 parancsolat. Édesöcsém, micsoda heroikus idők voltak, bezzeg manapság. Az embert kasztrálja, kinyírja az unalom. A tréner a lányra merett. Mit akar vele csinálni? Míg a kérdezett a válaszon tűnődött, a köpces férfiú észlelte a közelben tényfergő paripákat. Azok a gyéres füvet harabdálták, és gyanújuk sem volt azt illetően, hogy rögvest be lesznek törve. A Tata felmarkolt egy jókora követ, és betörlek a fejeden, üvöltéssel a jámborhátasok felé tartolt. Allegra félrelökte Bréden kezét a célzásra emelt flintával együtt.
A lovak elnyargaltak a rohamozó elől. A hős veterán kitartóan űztekergette a patásokat. Jól lehet a kövekben gazdag hegyoldal mögöttük maradt, ő a fűben is talált haigálható tárgyakat. Lelövöm, nyögte a tréner. A lány kezdett egyetérteni vele. Helikopter dübörgés hallatszott a hegy felől. Notus letette a gépet a közelükbe, Oxford kíséretében szaladt feléjük. Az ekkor szekérfazonú ex-kommandós és a kosaras magasságú sáskavékony fickó mulatságosan festett egymás mellett. Előbbi repedezően szűk öltönyt, utóbbi homokszínű öltözéket, hónajtokban lapuló stukkert és szafari kalapot viselt. A veterán mód felett megörült a helikopteres kimentőknek. Megparancsolta nekik, hogy sürgősen nyírják ki a részbőrűt, vagy fertőzzék meg rubeolával. Ugyanis legjobb indián a döglött indián. Ez viszont még igencsak fickós, és az a megszállottsága, hogy derék templomjáró fehér embereket skalpolászol. Oxford türelmetlen, egyszer, mint agresszív mozdulatot tett. Allegra rákiáltott. Ne bántsa a bácsit! A humán hegyomlás megtorpant. Bántja a franc, bömbölte, csak lecsapom, hogy kussoljon. Mrs. Postor nem örülne, jegyezte meg Notus, és ha nem örül, sok kert ránt. A lángelme eltűnődött a közlésen, nem csapta le a veteránt. A lányra bámult. Amúgy maga az a könyvíró, firtatta számon kérő hangsúlyjal. Összetéveszt valakivel, hárított Allegra. Ajánlom is, utálom, ha a lőtérnek való bukszák olyasmibe ártják magukat, amihez nem konyítanak. A lány előrébb hajolt. Minek való mi csodák? Hörögte padlizsánosra lilult arccal. Lőtérnek, kifejtsen bővebben? Oxford összezárta bal kezét, és jobb mutatóujját az öklébe dugdosta. Még most sem érti? Most már értem, kocka agy, maga még képregényből sem ismeri az udvariasságot, ugye? Nem most van itt az ideje, hogy megmutassuk egymásnak az igazi arcunkat, jelezte Braden. Átnyújtotta Notusnak a szenilis veterán flintáját, töltényövét. Néhány mondatban összefoglalta a történteket, majd sarkait összecsapva szalutált az ak hősnek, és a lovához lódult. A lány lélegszakad valaholt utána. Megvárták, míg a gép a magasba kelepel a lesilövésszel, és csak azután kaptak hajba. Megvédhetett volna, füstölgött Allegra. Braden összefűzte két kezét a tarkóján, és vágtába ugratta a lovát. Hanyagtartásban kéjesen ringatózott a nyerekben, akár egy nyugszékben. Társnője képtelen volt ennyire elengedni magát. Kalap-kalap mellett nyargaltak. Megvédtem, amikor bajban volt, szólt a férfi. Mikor is? A skulózáporban, már nem emlékszik? És a vadbaromtól miért nem védett meg? Az a tapló bukszának nevezi, lőtérnek tekinti a nőket. Na és kicsik egyed lőtérnek tekinti magát? Na náhogy nem, de akkor is. Némelyeknek ilyen primitív a modor képlete. Legyintse túl magát rajta. Maga szerint a nők lőterek? Komolyan ez a gondja? Nos, Braden, minek tekinti a fajtámat? Szent ló, most belém köt. Maga szerint ez a megfelelő viselkedés? Abszolút lovagias vagyok, kicsik egyeddel. Vigasztalgattam, betonba se nyomtam. Mi kell még? Átnyargaltak a ligeten, a folyópartra értek. A víz közelről is smaragdzöldnek bizonyult, hídnak híre hamba sem volt. Braden vallatóra fogta a térképet, majd szó nélkül irányba fordította baront és elvágtatott. Az volt a krédója, hogy a verseny nyerve jó. Allegra követte mesterét. Részint önszántából, mivel a folyón való átkelést ő is alapvető fontosságúnak tartotta, részint amúgy sem tehetett volna mást, hiszen Joint nem akart lemaradni baron mögött. Hosszan dübörögtek a gyéren füves homoktalajon. A látóhatáron belül más versenyzőket nem észleltek. Mire a hátasok elfáradtak, a távolban felbukkant valami hídféleség. A cölöplábakon imbolygó alkotmány a két part közötti átjárást volt hivatott lehetővé tenni. Anyagát tekintve csuklóvastagságú kötélfonadékból készült, padlatát a szövedékbe ritkásan becsúszott deszkalapok tartották. Hát nem éppen vas és acél, sóhajtott Braden. Lépésre fogta lovát, percekig sétálgattak a híd közelében. Allegra továbbra is a sarkukban járt. Mindinkább úgy érezte, sosem fog beletörni abba, hogy ő egy férfi után baktasson, míg világ a világ. Az ingadag átkelőt nem volt hajlandó hídnak nevezni. Eszébe jutott a lélekvesztő kifejezés, jó lehet, azt a legalább öt helyen lékes ladikra szokták alkalmazni. Biztosra vette, hogyha ezen a tákolmányon kéne áthaladnia, az ő lelke is odaveszne útközben. Megvárták, míg a lovak kellőleg lehűlnek, majd felnyergelték és szabadon engedték őket a parton. Baron tüstént a vízhez sietett. Joint követte. Méltóság teljes fülbillegetéssel hosszan ittak.
A tréner leült a fűbe, hátát egy falnak támasztotta, elővette egy szendvicset a nyeregtáskából és befalatozta. Allegra a lengőhídhoz sétált, óvatosan fellépett az első padlatdeszkára. Letekintve a homokos partot látta maga alatt, ami azt illeti 3 méter mélyen látta. Meg is ragadta a labilis kötélkorlátot, bátran haladt még egy lépésnyit. Közben át kellett lábalnia a két palló közötti, mint egy méteres nyiladék fölött. Bréden gyanította, hogy ebből baj lesz. Nem gondolja, hogy levezekelte már, amit akart? Érdeklődött két harapás között. Hazaküld, Netán? Hát éppen csak felmerült bennem, hogy kicsik egyet, nincs túl nagy biztonságban a szabadban. Idekin minden magas vagy mély, roppant zavaró. Kapja be, barátom! Gyorsan idomul kocka agy stílusához. A lány leküzdötte a nehézséget, immár a harmadik palló meghódítására készült. Félúton tartott, amikor észrevette, hogy eltűnt alóla az anyaföld, alant ékkőzöld víz rohant, úgy rémlett, mint a őt is sodorná. Lehúnyt szemmel erőt gyűjtött, vagy inkább konokságot. Felnézett és megsatszolta, hány hosszú lépésnyire lehet a túlsó part. 60-ra? 70-re? 100-ra? Újfent kinyújtotta a lábát. Kicsik egyed ló nélkül folytatja a versenyt, firtatta a tréner a stabil szárazföldről. A válaszra várakozva bekortyolt egy doboz sört. Allegra hosszas töprengés után visszaszólt a válla fölött. Maga hol megy át baronnal? Nem a hídon. Gyáva alak, a túlsó parton találkozunk. Úgy érti, hogy én úsztassam át a lovát? Majd baron átúsztatja, zárom soraimat. Miért nem úszik át inkább kicsik egyed is? Esküszöm, a kicsi kegyedezésnél még a lőterezés is lovagiasabb. Fontolja meg a kérdésemet, lőtérke. A férfi megivott félflaskányi ásványvizet, felnyergelte lovát, és a folyó felé indult. A következő hosszú lépést fontolgató Allegra teljesen feléje fordult a lába alatt billegő keskeny pallón. Kérem szépen, nyergelje fel Joe Intot is! Estekelt hadonászva, ugyanis a tákolmány himbálózott. Úgy képzeltem, visszajön az utcáért, és személyesen viszi át a hídon, hogy száraz maradjon. Édes Bréden, tegye meg, amire kértem! Édes Bréden, ennyire egyszerűnek tart! Ha volna 6 fivérem, nem kéne hízelegnem. Most sem kell, elmondom az okát, nem fog eljutni a túlsó partig. Most jöjjön vissza, még cirkuszmentesen megúszhatja. Átmegyek, toppantott Allegra. Néhány centivel arrébb toporzékolt a kívánatosnál. Jobb lába nagy elánnal átzúdult a kötélszövedéken, és combig süllyedt. Nos, kérdezte a tréner, ez sem elég meggyőző? Úszásban kaliberekkel jobb, mint kötéltáncban. A lány két kézzel és foggal is az ingatag korlátba kapaszkodva kecmergett talpra. Tudta, hogy a férfinak igaza van. Tehát döngő léplekkel folytatta útját a lágyan lengedező hídon a távoli túlpart felé. Szerencse, hogy nem evett, nem fog hányni, dünnyögte Bréden. Felnyergelte a másik lovat, és a vízbe gázolt a két hátassal. A lány bemérte, milyen hosszúságú lépéseket kíván tőle a pallók elhelyezkedése. Lehúnyt a szemét, elengedte a korlátot, és vakon nekivágott. Minél jobban eltávolodott a cölöp lábazattól, annál inkább megsüppett vele a kötélhíd, és mentősüppettebbé süppettebbé vált, annál eszeveszettebben billegett, lengett, hintázott. Allegra félúton evickélt a könycsepszerűen megnyúlt, mind nehezebben járható alkotmányon, mikor hirtelen megbánt mindent, a múlt éjjel történteket is ideértve. Továbbá megbánta még összes eddigi tettének kétharmadát. Legfőképpen azt vállalta, hogy merő konokságból útnak indult a Madzak hídon. Ugyanis be akarta bizonyítani, hogy talpig férfi, vagány és belevaló. Továbbá mentálisan is egészséges, kicsit sem szenved depresszióban, pláne pánikbetegségben, amennyiben a tériszony annak tekinthető. Imádja a szabad, eleven, vad természetet, annak kihívásait. Csak ne sajnálná annyira a közhelyé csócsált kihívás kifejezést. Filozófikus elmélkedése közepette nem észlelte a deszka hiányt. Előbb a jobb, majd a bal lábával lépett a folytonossági hiányba. Tüstént elsüllyedt. Lezuhanhatott volna a 10 méteres mélységben hömpölygő, smaragdzöld vízbe. Nem zuhant le, ugyanis más-más likacsba lépett, és ezáltal fennakadt a kötélfonadékon. Rabul esett. Hánkódásos, vergődéses, dühött küzdelmet vívott a szövedékkel. Késre, ollóra, macsetére vágyakozott. Fűrészre, detonátorra. Parádésan égette magát. Bréden oda sem figyelve buzgón tempózott alant. A sodrás erősen taszigált a testét, sokra mégsem jutott vele. Meg lehet, nem tekintette álmai ne továbbjának,
hogy nap mint nap feltölt a napig ruházatban úszkáljon különféle vadvizekben, ám megszokta már a filmforgatásokon. Allegra lepillantott a szövedék rései között. A férfi, akiről azt hitte, közel került hozzá, és nem csak fizikailag, közönösen pillangózott a folyóban, a lovak mellett, még csak észre sem vette, miféle tragédia érte őt. A lány átbújtatta fejét, majd felső testét, a jobb lábát fogva tartó lyukba, aztán utána folyt az alsó végtagjával. Szép ívű fejest zuhant, már-már letális csattanással landolt a folyóban. A víz felkapta a testét, és jókorát dobott rajta. Préden felfigyelt a csobbanásos zajokra. Kétszer is odabámult, majd fixálta tekintetét. Nem tévedett, nem is látomása volt. Allegra ült a mellette úszó Joint nyergében. Igaz, menetiránynak háttal csuromvizesen és rodgyantá aléltan, de mégiscsak ő volt az, kétségkívül. A kanca hátrafordított fejjel csodálta a váratlan jövevényt. Minden szép? Kérdezte Brédem. Megint eszébe jutott a baronnal gyakorolt kiforratlan kűr. Mihelyt partot érnek, megcsináltatja a mutatványt a lánnyal.